úgy alakult a 90-es években, hogy ilyenkor az ünnepi könyvhét után a könyvtárosok szerveztek maguknak egy kirándulást. Több kirándulás zajlott így a megyében, mikor is először 1999-ben Esztergomban, a Búbánat völgyben úgy hirdetődött meg ez a program, hogy Könyvtáros Nap, Pest megyei Könyvtáros Nap. Tehát hivatalosan 1999 az első dátum, de megelőzték ezt kirándulások, amikor még nem Könyvtáros Napnak hívtuk. Nagyon összetartó a könyvtáros csapat. Magában az egyesületben is több mint 160 egyesületi tag van, és közben még az intézmények, tehát vagy 12 intézmény is támogatja az egyesületet. Ennek megfelelően nagyon sok szakmai programot is szervezünk, műhelynapokat, felnőtt olvasószolgálat a gyerekkönyvtárosok részére, és azoknak is az a célja, hogy egyrészt megismerjük a másik munkáját, átvegyük a legjobb gyakorlatot, és persze megismerjük azt a környéket, ahová ellátogatunk. A könyvtáros nap viszont egyszerre protokoláris is, hiszen díjakat adunk át, és ünnepi előadást szervezünk, de szól mindig a hely megismeréséről, kirándulásról, kötetlen beszélgetésről, együttlétről is. A könyvtáros társadalom elég nyitott társadalom, én azt gondolom, és kíváncsiak vagyunk a másik eredményeire, jó gyakorlatára. Azért is látogatunk szívesen el egymáshoz. Meg, hogy már évek óta zajlanak ezek a programok, nagyon jó barátok. A könyvtárosok, ismerettségeket, barátságokat kötöttünk magánemberként is, hát ezért is megyünk szívesen könyvtáros napokra. Összeszámoltuk, hogy 1995-ben, 2003-ban, 2004-ben, majd pedig legutoljára 2009-ben járt itt nálunk a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Pest megyei szervezete. Tehát ilyen nagy számban talán 8 éve voltak utoljára nálunk. A Biatorbágyi Könyvtár egy kis könyvtár, amely még 8 éve kezdte el a városi könyvtárrá válás lépcsőfokait. Most talán a középtájékon járunk. Körülbelül 30 000-31 000 kötetünk van, illetve dokumentumunk, mert ebben van könyv, hanglemez, hangos könyv, tehát ugye itt ebben mindenféle dokumentumot lehet megnevezni. Igazából könyveink vannak, tehát még a digitális dokumentumok és hanghordozók még azért nagyon kevés van, itt is látszik, hogy fejlesztenünk kell. Minden esetre a olvasó táborunk az évről évre nő, a könyvtár népszerűsége egyre jobb, úgyhogy így nem panaszkodhatunk olvasói létszámban, de meg is teszünk mindent az olvasás népszerűsítő programokkal, hogy működni tudjunk. Hogyan lehet vonzóvá tenni a helybéliek, és azon belül is elsősorban a fiatalok, a gyerekek számára a könyvtárat, hogy a délutáni szabad idejük egy részét időnként a könyvtárban töltsék? Nálunk lényegre tapintott az 50%-a gyerek az olvasóinknak, főleg mert óvodás és iskolás csoportoknak könyvtárhasználati foglalkozásokat rendezünk, ezek játékos foglalkozások, nagyon sokszor bábelőadást szervezünk nekik, úgyhogy az ő tudatukban könyvtárba járni jó, tehát szeretnek hozzánk jönni. Aztán 2010 óta egy nagyon népszerű olvasás népszerűsítő programunk van a család minden tagjának, illetve hát három generációnak, a családi vetélkedő, amely már egyre nagyobb tömegek, amelyre egyre nagyobb tömegekben jelentkeznek. Itt a három generáció, a nagyszülő, a szülő és a gyerek a megszólított, és gyerekkönyveket kell elolvasni, és akkor utána egy játékos vetélkedő van ebből a megadott könyvlistából. Nagyon szeretik. Például a családi vetélkedő során arra törekszünk, hogy legyenek benne új gyerekirodalmi könyvek, versek, mesék, de
de legyen régi is, és így a nagyszülő is be tudja mutatni azokat a meséket, amiket ő ismert, és a gyerekkönyveket is megismerik a szülők, nagyszülők, és így akkor nincs az az ellentét, ami eddig volt, hogy de én ezt akarom, de én nem azt akarom, és sőt így tudtuk meg, vagy megnéztünk egy 1956-os Török Sándor Kökőszi és Bobojsza kiadású, tehát kiadást, tehát láttuk a régi és az új kiadását is ennek a mesekönyvnek. Nehéz, hogy a középiskolás korosztályt vagy a felsős korosztályt be tudjuk vonzani, de az a meglátásom, hogy azokkal a gyerekekkel, akikkel óvodáskorban elkezdünk foglalkozni, őket nem olyan számban veszítjük el, mert ők könyvekhez szoktak. Persze fogják használni az okostelefonokat is, de ők azért visszajárnak és kölcsönöznek. Amikor felkérnek, akkor nagyon szívesen adok elő, de talán az előadás minőségéhez az is hozzájárult, hogy nagyon szeretem ezt a korszakot, és így, hogyha az ember egy számára kedves témáról beszél, akkor talán könnyebb. Amióta körülbelül egy 10 éve tagja vagyok ennek a könyvtárosi vérkeringésnek, azóta igyekszem azért ott lenni minden jelentősebb eseményen. Sokan tartják unalmasnak a könyvtárosi munkát, nekik azt tudom ajánlani, hogy egy-két hétre álljanak be ők is, és akkor rájönnek, hogy ez a hivatás messze nem arról szól, hogy csak ülünk egy helyben és olvasgatunk, hiszen egy jelentős küzdelmet kell folytatnunk a mai fiatalokért, például, hogyha lehet így mondani, hogy azt a fajta kultúrát is megismerjék, amely kultúra mondjuk az ő szüleiknek, vagy a nagyszüleiknek alapvető és mindennapi volt. Maga az igazgató például, ő is lehet felelős, hiszen mondjuk neki kell kiválasztani, hogy ki az a megfelelő ember, aki kiüljön, ha úgy tetszik, a frontvonalra, és ki az, aki nyíltan érintkezzen az olvasókkal. De ez elsősorban a nagyobb könyvtárakra igaz. Mi egy kisebb városi könyvtár vagyunk. Röviden azt tudom mondani, hogy majd hogy nem mindenki csinál mindent. Tehát mikor éppen hol kell erősíteni a munkát, ennek megfelelően osztjuk be magunkat. Tehát nálunk annyira nincsen elszigetelt munkatárs és frontvonalban lévő munkatárs. Hát az elmúlt időszakról el lehet mondani, hogy a mi sajátosságainkhoz képest, tehát a mi településünkhöz képest maximálisan kiszolgáljuk azokat az igényeket, amik jelen vannak. A látogatószám, olvasószám nem csökken, de ugye a statisztikai adatokat, ha csak úgy az asztalon vagy egy Excel táblában nézzük, azok önmagában nem sokat mondanak, hiszen a települési sajátosságok azok, amikhez mérni kell ezeket. Mi egy 6000 fős kis város vagyunk, egy több mint 2000 fős diáksággal, ami egy borzasztó nagy szám, tehát mi nyugodtan mondhatjuk, hogy iskolaváros vagyunk, ennek megfelelően kell a szolgáltatásainkat kialakítani. A könyvtáros szakma azt hiszem, hogy elképzelhetetlen egy ilyen tényleg alapvető általános műveltség nélkül, nem, és nem csak, hogy általános és alapvető műveltség nélkül, hanem bizony a könyvtárosok és a könyvtáros szakma önmagában az egy nagyon összetett, nagyon mély ismereteket és nagyon széles ismereteket igénylő hivatás. A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2002-ben költözött új épületben, előtte elég mostoha körülmények között működött, jelenleg pedig mondhatjuk, hogy Pest megye legmodernebb könyvtára, jelenleg a Gödöllői. 2000 négyzetméteren szolgáljuk ki az olvasókat, különböző részlegekkel, különböző szolgáltatásokkal. Nem csak hagyományos könyvtári funkciókat látunk el, ez a nevünk is már mutatja, hanem egyrészt információs központ, pontként működünk, másrészt pedig a hagyományos könyvkölcsönző szolgáltatások mellett nagyon sok olvasásfejlesztés és egyéb nem hagyományos digitális szolgáltatás áll az olvasók rendelkezésére.
pillanatnyilag 7000-7500 között mozog az a létszám, akik a könyvtárba be vannak iratkozva, ebből 5000 az aktív olvasónk. Életkori megoszlásban nálunk inkább a 30 és 40 év közöttiek azok, akik nagyon aktív könyvtár használók. Beiratkozási számban igen, a fiatalok száma is szerencsére emelkedik, ezért mondjuk mindent meg is teszünk, és hát ezen dolgozunk. A jellemző csoport azonban nálunk a családok, tehát a családok jelenléte az, ami meghatározó. Ezáltal a gyerekek hozzák magukkal a 30-as évek végén járó szülőket, úgyhogy legjellemzőbben, ezt tudom mondani, ez az olvasói réteg a jelenlevő nálunk. Nem jellemző nálunk annyira az egyetemi hallgatók látogatása, mert hogy egy kiváló könyvtár működik az egyetemen, és akikkel remek az együttműködés is, tehát a könyvtárközi kölcsönzés és a egymás szolgáltatásának kiegészítése természetesen működik, de a látogató számban nem mondanám, hogy meghatározza az egyetemisták jelenléte. Évi körülbelül 500 programot szervezünk a különböző korosztálynak, ez mindig különböző csoportokat célzunk meg ezekkel. Vannak a hagyományos nagy, az országos könyvtári programokhoz kapcsolódó rendezvénysorozataink, illetve olyanok, amik családoknak, gyerekeknek, idősebbeknek szólnak. Nagyon sok klubunk működik, rejtvényfejtőkör, olvasókör, értelmiségi találkozó, ezek mind-mind más réteget szólítanak meg. Azt gondolom, hogy a varázsa abban van, hogy egy nagy közösségi térként működünk, és az emberek akár önszervezően is részt vesznek különböző programokban, alakítanak ki csoportokat, és hát az, ami lényegében a szlogenünk, hogy több mint könyvtár vagyunk, azt gondolom, hogy ettől működik, mint egy nagy közösség együtt. Túl vagyunk az első felén az előadásoknak, illetve a vendégek érkezésének, és most már mindenki a könnyebbik, szórakoztatóbb részén ért el, tehát ebédelnek a kollégák, és aztán már egy igazán könnyű séta fog következni meg jó kis szórakozás, beszélgetés, tapasztalatcsere, ismerkedés egymással. És azért is csináljuk ezeket a találkozókat. Nagyon jó kapcsolatunk van így egymással, és nagyon sok mindenbe tudunk itt segíteni egymásnak ötletekkel. Ki erről hallott, ebbe tájékozottabb, meg egyáltalán bátorságot adni, hogy valami újba belevágjunk. Milyen helyzetben vannak ma Magyarországon a könyvtárosok, akár csak itt Pest megyében? Hát januárban volt egy pici bérkompenzáció, bár korábban szó volt, hogy a pedagógusokhoz hasonlóan egy ilyen életpályamodell fog a könyvtárosoknak is készülni, de ez egyelőre a bizonytalan időbe elnapolódott. Hát ennek a pici emelésnek is örülünk, bár tehát ez még korán sem hoz minket olyan szintre, ami igazából szükséges lenne, hogy olyan színvonalon tudjon az ember élni, amit így szeretne, illetve hát ami igazából meg is érdemelne a könyvtáros társadalom, mindazért, amit tesz, az a sok felkészülés, az a sok tanulás, az a sok törődés, és az emberekkel, szóval szeretnénk, ha még egy kicsit emelkednének a béreink.